Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Néhány nappal ezelőtt jeleztem azt, hogyha becsukom a szememet, bizonyos képeket látok. És ez naponta így van, ezen én is csodálkoztam, hogy kapom ezeket a képes lapokat, ezeket az üzeneteket. Ma reggel is volt egy üzenet, és én úgy érzem, ezek a képes lapok, ezek az üzenetek nem csak hozzám szólnak, hanem esetleg hozzád is. A mai napon, a mai képen volt egy nagyon szép hölgy, olyan lila, olyan orgona színű ruhában. Előtte volt egy asztal, úgy nézett ki, mint egy íróasztal. Ez a hölgy nyugalmat sugárzott ki, és úgy tűnt nekem, minthogyha dolgozna itt ezen az íróasztalon, és a háttérben volt egy másik kép, ami nem volt olyan kellemes, hiszen olyan tankok, olyan katonai járművek voltak a háttérben. Én elgondolkoztam azon, hogy mit jelenthet a kép, az lehet, hogy ezeket a járműveket szállítják most Ukrajnába, és ez a hölgy az íróasztalnál ezen a területen dolgozik. Viszont a hölgy olyan sok szépséget és nyugalmat sugárzott ki, hogy nem hiszem, hogy így van, inkább azt jelentheti, hogy ez a hölgy hátat fordít ezeknek az eseményeknek és a munkájára koncentrál. És talán egy üzenet számunkra, hogy ne ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk, ami elszomorít, nem is tudunk segíteni ebben a helyzetben, inkább koncentráljunk a saját életünkre, a munkánkra, a hivatásra, a családra, a párkapcsolatra, és ez a megnyugtató kisugárzás. Hogy te hogy ezt, hogy látod, hogy értelmezed ezt a képes lapot, nyugodtan leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülök. És most megnézzük azt, hogy mi az üzenet a forrásból, kinyitom a Bibliát, én is kíváncsi vagyok, hogy mi jön, hiszen én sem tudom, nem tudom ezt befolyásolni, ugyanúgy, mint a képes lapok üzenetét sem tudom befolyásolni, tudom ezt közvetíteni, vagy elmondani én, hogyan értelmezem. De bízom abban, hogy ezek bizonyos üzenetek, ami fontos lehet számunkra. Hamarosan lesz nálad egy találkozás, egy fontos kapcsolat. Sőt, valaki szeretne meglátogatni téged, látni akarja az otthonodat is. Ami az anyagiakat, az anyagi helyzetedet illeti, most nincs mozgás, de ez nem marad így, hiszen a pénz jönni fog. Van valami vagy valaki, akit kedvelsz, és ebben az irányban lesznek változások, lesz egy örömteli esemény.
valaki átnyújt számodra valamit, ennek van egy jelentősége, lehet, hogy szimbolikusan. Ennek a háborúnak nem kellett volna, hogy így alakuljon, hogy ilyen események legyenek. Erre nincs is magyarázat. Itt nagyon sok pénzről van szó. Ezt a pénzt mások kapják meg. Ez a háború csalódásokhoz fog vezetni. Ebben a háborúban az a nagy kérdés, hogy ki fog uralkodni. Ezen nem tudsz változtatni. Ezt a háborút most nem tudod megakadályozni. De ez a háború véget ér. Ne légy elkeseredett, hanem figyelj oda a saját életedre. Itt sok a teendőd, és uralkodj a saját életed felett. Uralkodj a nap felett, így minden könnyebb. Akkor okos vagy, mert ez egy bölcsesség.
Te benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt, de kiderül az igazság. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!